Ömlik a szennya a hajduhatházi akuhulladék telepen, a környéken bűz terjeng. Az Éltex Kft. 2017-ben kapott engedélyt Hajduhatházi edzőjétől a Sámsóni út 2-es lévő telephelyen nem veszélyes hulladék tárolására és kezelésére. A telephely környékén jelenleg erős bűz tapasztalható, és a helyszínen készült fotódokumentumok szerint szabálytalanul tárolhatnak ott anyagokat. Az éltext honlapján felelhető hatósági engedélyek szerint a cég hajduhatházon évente 3000 tonna veszélyes, valamint 21650 tonna nem veszélyes hulladékot kezelhet. Vagyis az elmúlt években jelentősen megnőtt a telephelyen kezelhető hulladék mennyisége. Az átlátszónak eljutatott fotók szerint jelentős mennyiségű selejtes akkumulátorcella van a telephelyen. A csomagoláson a lengyelországi LG akkumulátorgyár neve, illetve a Made in China to Poland felirat olvasható. Az igazán riasztó felvételek azonban a szabadban tárolt hulladékok szabálytalan, vélhetően környezetszennyező kezeléséről készültek. A rosszul zárt csomagokból, melyeket nyitott konténerekbe pakolnak, színes folyadék ömlik ki a betonajzat nélküli talajra, és ott nagy tócsákban gyűlik össze. Pedig a szakhatóságok számos feltételt írtak elő a cég számára a hulladékgazdálkodási engedélyekben. Többek közt leírják, hogy a tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a talajba. Fedetlen a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tároló téren, illetve megfelelő műszaki védelmet biztosító tárolóeszköz igénybevétele nélkül tilos olyan hulladék tárolása, amelyből a csapadékvíz szennyező anyagokat oldhat ki vagy moshat le valamint meg kell akadályozni, hogy bűzkibocsájtás történjen a környezeti levegőbe. A hulladékkezelés azonban láthatóan nem az előírt feltételek szerint történik. Az esetleges környezetszennyezés házon kívül akár a szomszédos Hajdúsámson települést is érintheti. Az Éltex Kft. hulladékgazdálkodási szabálytalanságairól már több cikkben is beszámoltunk. A salgó telephely kapcsán legutóbb megírtuk, hogy a cég állításával ellentétben a telepen jelenleg is tárolnak akufeliratú hulladékot a szabadban. Szintén megírtuk, hogy a telephely melletti Salgó patakban március közepén a Greenpeace által igazolt és bejelentett vízszennyezés történt, de az illetékes vízügyi hatóság semmilyen vizsgálati eredményről szóló tájékoztatást nem tett közdé az elmúlt két hónapban. Az Éltex Kft. Magyarország egyik legnagyobb hulladék gazdálkodó cége éves beszámolója szerint tavaly 34 milliárdos forgalom mellett 902 millió forint adózott eredményt ért el.